Yeah, na csá, Fluor Tomi vagyok, és itt állok éppen a Fluor film bemutatóján, a premier előtti vetítésen. Ez még így másfél évvel ezelőttről indult, hogy filmet csináljunk. Egy turnéfilmnek indult, hogy felveszünk a fellépéseimet, aztán mondok pár szót, és így elkezdték kinőni magát a dolog egyre nagyobbá. Igyekeztünk egy széles kört megszólaltatni, hogy ne csak az legyen, hogy ne elhívom a haverjaimat, és mindenki azt mondja, hogy igen, a Tomika régen is jó csávó volt, de most már még nagyobb csávó, és az egekig magasztaljunk, szóval ezt nem tettük meg. Én fluorid rajongó voltam régen, tehát én követtem az ilyen gerilla videóit a YouTube-on, az összes balonkodását. Nagy részét valószínűleg ismerni fogom, meg tényleg én nagyon-nagyon képbe voltam az ő munkásságával, most is képbe vagyok, úgyhogy sok újdonság nem lesz, de szerintem a sztorik tekintetében, meg úgy összességében biztos, hogy nekem is egy ilyen újszerű, sokkoló dolog lesz. Ráállítólag ez most tényleg egy olyan film lesz, amiben mindenféle szituáció van, tehát nem csak ilyen fellépés dolgok, hanem az egész tinédzser korától mostanáig vezető útja, úgyhogy én mindenre számítok, de még nem láttam, úgyhogy nagyon érdekel már, hogy mik lesznek benne, meg mik nem. A buli zsír. Szerintem ez a fontos, és azért tartom jó dolognak ezt a filmet, mert pont olyan sztorik derülnek ki, és kerülnek nyilvánosságra, ami szerintem fontos, hogy tudjanak az emberek a Tomikáról. Tehát, hogy egy nagyon vicces, humoros, ambiciózus figura, akinek szerintem nagyon fontos, hogy megismerjék minden oldalát ahhoz, hogy elfogadóbbak legyenek vele, és tényleg tisztelettudóak. Azt hiszem, hogy 4 alkalommal néztem meg eddig a filmet, de negyedikre se tudtam levetkőzni azt, hogy ne csináljam azt a székben ülve, hogy így... meg hogy bevállaltam a legégőbb archívokat is. Én, ahogyha valaki is ismeri, amit én csinálok általában, én azért eléggé így szeretem így azt csinálni, amit én így kitalálok, és szerencsére, hogy egyébként nem nagyon sokba kellett változtatni, talán egy-két dolog volt az, amit így egyeztettünk, hogy nem szeretné, vagy éppen szeretné, de így egyébként ebből a szempontból jó volt tehát nem nagyon kellett így variálni. Azt akartam, hogy ez egy őszinte dolog legyen, és ne csináljunk úgy, mintha dolgok nem történtek volna meg a múltban, úgyhogy bevállaltam mindent. Tényleg nem, egyáltalán nem vett rám jó fényt minden egyes jelenete, tehát igen, az a hidrogén szökehaj nem állt jól, ahogy a vasalt fekete sem, az a klip nem sikerült annyira jól, bevállaltam, ez van, ez volt. Azt gondolom, hogy hafikázni fogják, ha szeretni fogják, ez így őszinte. A buli zsír. Hi, this is Jared from 30 Seconds to Mars. Nézzétek! A neon.hu A neon.hu Csok. Hello.